Ünnepies keretek között szentmisével kezdődött a pálos templomot és kolostort átadó nem mindennapi esemény, amelyet Bíró László püspök nyugalmazott katonai ordinárius celebrált. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az átadón elmondta, a Boldogözsé program keretében kormányzati támogatásnak köszönhetően több mint 500 000 forint értékben az idei évi forrás segítségével az egyházi közösségek táborokat, találkozókat szervezhet, így élettel telhetnek meg az elmúlt időszakban felújított vagy újonnan emelt épületek. A pálos közösség elmúlt 8 évszázadban magyar nemzetnek nagyon sokat adott hitben is, megerősödésben is, kitartásban is, és teljesen természetes volt, hogy amikor ők fordultak kéréssel, támogatással a kormány felé, akkor a 750 éves évfordulójukon mindezt megtettük. És ennek köszönhetően 5 településen, Márionoszrán, Budapesten, Petőfi szálláson, Hargitafürdön és itt Pécsett is, rendházak, templomok, illetve közösségi terek újulhattak meg. Így valósulhatott meg ez a csodálatos pécsi beruházás is. Nagyságrendileg 500 millió forintból, és én azt gondolom, hogy mindez a támogatás, amit kaptak a pálosok, az nem öncélúak, nem néhány szerzetesnek vagy a szerzetesi közösségnek csak az életét szolgálja, hanem rengeteg pécsi embernek, az országban sok-sok ezer, tízezer embernek a lelkét erősíti, és továbbra is a magyarságban megadja nekünk azt az erőt és hitet, amely akár a keresztény üldözésekkel szembeni küzdelemben szükséges nekünk, akár a kereszténység értékeinek a megőrzésében is, amit látunk, hogy Európában mi mértékben próbálnak rombolni. Kővári János pécsi önkormányzati képviselő, a Baranya megyei önkormányzat fejlesztési biztosa elmondta, a beruházások egy összetartó helyi közösséget szolgálnak, segítségükkel újra és újra otthonra lelhetnek a hívők. A pálos templom és kolostor, valamint a líceum templom felújításához szükséges források előteremtésével igyekezett a Baranya megyei önkormányzat is hozzájárulni, mondta a megyei fejlesztési biztos. Mi is magunk is a kormányzati támogatásban közreműködtünk, és hát reméljük, hogy a jövőben még lesznek újabb olyan létesítmények, egyházi létesítmények és közösségi létesítmények. Én különösen bízom a kertvárosi új templom építésében is, amelyek mindazt a célt szolgálják, hogy Pécsváros lakossága teret kaphasson, közösséget alkothasson a templomban is és azon kívül is. Számunkra nagyon fontos nem csak a templom, hanem maguk a párosok is, hiszen ők azok a testvérek, akik mindig velünk vannak. Mondhatjuk a magyar történelemben, ugye most már lassan 800 éve, amikor csak lehetőség volt, akkor mindig mellettünk voltak a nehéz időkben is, és remélem, hogy ez így is marad. Az új lelkiségi központ is azt a célt szolgálja, hogy akiknek szüksége van arra, hogy az életük valamilyen nehezebb fázisában segítséget kapjanak, ott mindig ott lesznek a pálos testvérek, és reméljük Bíró püspök atya is még sokáig velünk lesz. A felújítás 2,5 év alatt valósult meg. Ennyi idő alatt volt ideje a pálos rendnek átgondolni, hogy új funkciókat is adjanak a helynek. Megújult a vízvezetékrendszer, a kerítés, megtörtént a templom melletti parkoló megépítése. A templomon kolostoron belül pedig a fűtésrendszer, a villamos hálózati rendszer újult meg, mondta Puskás Róbert Antal atya, a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke. Erre mindig is szükség van. Tehát egy mindig is jelenlévő igény, hogy egy közösség helyet találjon, egy állandó helyet, hogy a felszereltség olyan legyen, hogy az ember szívesen jöjjön, és ne kelljen mondjuk fagyoskodnia egy templom közelében, ez sokszor probléma. Aztán, hát ahogy látjuk, most ugye mindig erre szoktunk hivatkozni, de valóban a Covid helyzet ez még csak megerősítette azt a problémát, ami amúgy is jelen van a társadalomban, hogy az emberek elszigetelődnek egymástól, vagy fölerősödnek olyan belső problémák, amikkel meg kell küzdeni az embernek, és ilyen szempontból nagy szükség, vagy még nagyobb szükség van, hogy legyenek olyanok, akik meghallgatják azokat, akik ide érkeznek különféle problémákkal, krízisekben kell az életükben. Ez a lelki gondozói, vagy a lelki gondozói része ennek az egész projektnek. A másik pedig itt a templomban indíthatunk olyan kurzusokat, olyan tanításokat, olyan imádságos együttléteket, amelyek ugyancsak
más szempontból, természetfeletti szempontból is segítik, gyógyítják az embereket. A Szentmise keretében az első remete Szent Pál ünnepéhez kapcsolódó hagyományos rendi szokás szerint a pálos szerzetesek megújították rendi fogadalmukat.